Nemrég a kúria az ombudsman beadványára felülvizsgálta a fővárosi hajléktalan ellenes rendeletet, de az erről szóló első hírekkel ellentétben lényegében helyben hagyta azt. Ketten vannak itt a Város Mindenkiért csoporttól, két aktivista, Bognár Eszter és Lakatos Néjutka. Tehát, hol lett feloldva a hajléktalan tilalom? Hol szabad hajléktalannak lenni ma Budapesten a kúria döntésének értelmében? Igen, a 8. pontban szereplő védett parkolási területek lettek feloldva. Vagyis autóparkolókban? Igen, igen, illetve olyan zöld területeken, mint a Margit-sziget, a Népliget, a Normafa, tehát védett parkolási övezetekben lett feloldva, ami ugye nagyon-nagyon kevés. Egy pillanat, azt mondja, hogy övezetekben, most itt konkrétan a parkolók, az autóparkolók területén szabad hajléktalannak lenni, vagy mondjuk úgy, hogy tartózkodni életvitelszerűen, vagy azoknak a környékén is. Ez világos? A parkolókban is. Miért? Hol? Miért? Tehát a védett parkolókban is. Az, hogy a normafánál... Hát egyébként igen? Én ütöm, hogy máshol nem. Tehát se a változatlanul nem lehet temetőkben, játszóterek környékén, hidak alatt, ezért, hidak környékén. Ezért van az, hogy csak a parkoló, a 8. pontban szereplő parkoló részt. Az a kúria döntéséből kiderül, hogy itt miért igen, és máshol miért nem? Hát ez jó kérdés. Amit mi szeretnénk tudni, és ezért fordulunk az ombudsmanhoz, a város mindenki ebben az ügyben fog, hogy a kerületek által kijelölt területek teljes mértékét miért nem vizsgálta, miért nem hozott abban döntést a kúria, mert hát sajnos még mindig hatalmas egy terület van a városban, ami tiltott övezet, és elégtelen ez a mostani intézkedés. Most még egy apróságot, ami nem biztos, hogy apróság, azért hadd kérdezzek, maga hajléktalan aktivista, igen? De nem azok közé tartozik, ha jól tudom, akik az utcán élnek. Nem, én Kunyhóban élő hajléktalan vagyok. Akik az utcán élnek, azok, ha éppen járnak, kelnek valahol a városban, mindig tudják, hogy tiltott helyen vannak, vagy nem? Hát ez is furcsa, tudjuk, nagyon sok olyan kerületi rendelet van, ahol nincs is jól behatárolva, nem tudhatják a hajléktalan emberek, hogy mettől meddig van az a határ, ahol lehetnek, és mettől meddig nem. Mert én úgy képzeltem, hogy amikor megjelent a rendelet annak idején, ez tavaly össze volt, hogy akkor az érintettek, tehát az utcán élő hajléktalanok megpróbálták memorizálni ezeket a helyeket, de ezek szerint nem is lehet. Hát olyannyira nem lehet, hogy többek között a fővárosi önkormányzatnak a közterület felügyelete nem tudott térképet készíteni erről a rendelet alapján, illetve a szabálytörtési törvények alapján. És tulajdonképpen akkor szerencsére van bízva, hogy akit tetten érnek azon, hogy hajléktalan. Jó helyen van, vagy nincs. Igen, megbírságolják-e, eljárást indítanak-e ellene, vagy sem. Igen. Bognár Eszter, ön utcajogász, ugye? Így van. Bocsássa meg, hadd kérdezze meg, ez pontosan mit jelent? Tehát ekként ön mit csinál? Az utcajogász program az egy olyan kezdeményezés, aminek a keretében péntekenként tartunk a Blahalózatéren fogadórát, ahol hajléktalan emberek, illetve mély szegénységben élő emberek jöhetnek hozzánk jogi tanácsot kérni. Tehát ez lényegében egy ilyen ingyenes jogszolgáltatás, így van, ugye? Jogsegély, ez azt van. Jelenti, hogy azoknak a hajléktalanoknak a képviseletét is, jogi képviseletét természetesen el tudják látni, akik ellen a hajléktalanságuk miatt indul eljárás? Hát az utcajogász egyelőre nem vállal jogi képviseletet, hogyha jön hozzánk egy olyan ügyfél, akit emiatt büntettek meg, akkor a társaság a szabadságdokért jogászai fogják ellátni az ő képviseletét. Igen. Tehát ők vállalták így magukra. Van. Így van. Ön nyilván ismeri a kúria döntését, tehát ön is elolvasta. Ön se talált arra magyarázatot, hogy miért éppen ez a döntés született? Hát, mármint, hogy a tilalmi helyek közül miért éppen az autóparkolókat oldották fel, és mondjuk miért nem a temetőket? Hát egyrészt azért arról is szó van, hogy a kúria csak ezt az első, tehát a fővárosi közülés rendeletének két melléklete van. Az első melléklet tartalmazza azokat a területeket, ahol maga a közgyűlés, amit maga a közgyűlés jelölt ki. A másik melléklet pedig azokat a területeket, amelyeket az egyes kerületek javaslatára jelölt ki a közgyűlés. És az ombudsman azt kezdeményezte,
Tehát ő csak ezt a négyes pontot, ami a 34 gyalogos aluljáró és ennek 50 méteres távolságán belüli területek, illetve a 8-as pontot, ami ez az ominózus parkolási szempontból védett területeket tartalmazza. Csak ennek a két pontnak a felülvizsgálatát indítványozta az ombudsman. Tehát a kúria ezért vizsgálta felül csak ezt a két pontot. És ami miatt megsemmisítette a 8-as pontot, vagyis a parkolási szempontból védett területeken való közterületi tartózkodást. Az azért van, mert azt mondja, hogy itt a közgyűlés egy olyan rendeletre behivatkozott egy rendeletet, ami ezeket a területeket tartalmazza, ami a norma világosság szempontjából nem megfelelő. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt várná el, hogy egy hajléktalan ember valahogy szerezze meg, vagy tájékozódjon arról, hogy a parkolási rendelet az mit tartalmaz. Tehát erre még a kúria is azt mondta, hogy ez érdekes, a kúria döntése tartalmaz bizonyos elvi megállapításokat, és ilyesmiket például, hogy a szabálysértési törvény felhatalmazó rendelkezéseit megszorítóan kell értelmezni. Ez önöknek mit jelent? Ugye maga az alaptörvény ad felhatalmazást arra, hogy... Azt kérdeztem, hogy mit jelent a felhatalmazó rendelkezés. Nyilvánvalóan felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy a maguk területeit kijelöljék, de mit jelent az, hogy megszorítóan kell ezt értelmezni? Kinek? Igen, ezt erre szerettem volna utalni, tehát hogy már az alaptörvény is az van, hogy az úgynevezett 4K, ami a közrend, közegészség, közbiztonság és kulturális javak védelme érdekében lehet kijelölni ezeket a területeket, és a kúria azt mondja, hogy ezt nagyon szigorúan kell venni. Tehát egy valódi indokolást kéne minden önkormányzatnak ennek a négy értéknek a védelmében meg kéne indokolnia, hogy pontosan mit véd. Meg kéne, ezek szerint nincsenek megindokolva? A legtöbb esetben nincsenek megindokolva. Egyébként a kúria kikérte az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak az állásfoglalását is, amikor ezt az ombudsman indítványt megkapta. És egyébként a fővárosi önkormányzat a közbiztonságra hivatkozott az aluljárók esetében, amit a kúria elfogadott, mint indokolást. Szerintünk ez nem valós indokolás, hiszen az, hogy valaki mondjuk egy aluljárában üldögél, vagy alszik, az nem veszélyezteti a közbiztonságot. Most egy rövid kis reklámszünetet tartunk, de utána még visszajövünk. Éljen a jogával. A Civil Control Fóruma. Szente László műsora. Bognár Eszter utcajogász van itt, és Lakatosné Jutka, aki hajléktalan aktivista. És a beszélgetés az alkalmat a kúriának a hajléktalan ellenes rendelettel kapcsolatos döntése adja. Azt már tisztáztuk itt az előbb. Legalábbis számomra ez derült ki, hogy ma egy utcán élő hajléktalan, az soha nem tudhatja biztosan, hogy tiltott helyen jár, vagy olyan helyen, ahol neki ez meg van engedve. Viszont, és hát föltéve persze, hogy nem hord magával egy külön erre a célra gyártott részletes térképet, és nem tanulta meg az első szótól az utolsóig az aktuális parkolási rendeletet. De... mit tud valaki csinálni, aki utcán élő hajléktalan, ahhoz, hogy ne tartóztassa föl mondjuk a rendőr azzal a gyanúval, hogy életvitelszerűen tartózkodik éppen ott, ahol tartózkodik, tehát egy tiltott helyen. Mert nyilván az nincs megtiltva, hogy egy hajléktalan átsétáljon egy hídon, átsétáljon a híd alatt. De hogy kell úgy csinálni, hogy... ne lehessen ráfogni, hogy az életvitelszerű ott tartózkodás. Ezt tudja? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, tudnélik. Valóban sétálhat egész nap a hajléktalan. De mi az, amit nem csinál? Nem ülhet le például? Bocsánat, le is ülhet, csak hosszú távon, tehát ha háromszor, négyszer arra megy egy közterületfelügyeleti páros, vagy egy rendőrségi páros, ne lássam mindig ugyanott.
mert onnantól kezdve rá tudják fogni, hogy ő életvitelszerűen ott tartózkodik. De az, hogy mit tudom én, valahol pihen egy ideig, tovább megy, máshol pihen egy ideig, ez viszont borzalmas fárasztó, el kell gondolni azt a hajléktalan embert, aki kijön, mit tudom én, valamilyen alvó részéről, bokorból, külterületről, akárhonnan a cuccaival, és egész nap azt tipelve, egész nap menve, mert ugye járműveket szinte nem tud igénybe venni, nincs jegyre bérlete pénze, csak menni, tehát ez elképesztő. Nyilván, hogy elfárad, nyilván, hogy megfájdul a lába, nyilván, hogy leül. Ami előnyös a macska körömben, hogy az első alkalommal nem büntethetik meg. Felszólítják, hogy menjen el arról a területről. Előnye az, hogy ugye ha szót fogad, akkor nincs büntetés, tovább megy, máshol próbál leülni, máshol próbál pihenésre alkalmas helyet keresni. A hátránya viszont az, hogyha egy olyan területen mondják, ahol már vannak jó indulatú, jó szándékú segítői a polgárok közül, visznek le neki élelmet, meleg teját, kávét, ruhaneműt, akkor ő elveszti ezeket a jó szándékú polgárokat, ha el kell hagyni azt a területet, nyilván elveszti. De azzal, hogyha valaki visz neki élelmet, ruhaneműt, vagy takarót, vagy bármit, igen, ezzel nem válik tettes társa? Nem, bocsánat, az, hogy tehát segítenek... Olyan, nem. Úgy értem, hogy mondjuk a rendőr vagy a közterület felügyelő szemében. Igen. Az, aki lemegy segíteni a hajléktalannak. Nem. Mindenkinek jogába áll bárkinek bármit átadni. Ugyanúgy a hajléktalan embernek, ha visznek egy tányér melegételt, nem vegzáltak, miatt, amit úgy értem, civilen nem hajléktalant értek, tehát az, aki oda ment segíteni. Igen. Láttam egy nagyon érdekes statisztikát, ez talán éppen a Város Mindenki egy csoport összegezte valamikor, hogy 2013. októberre óta, tehát azóta, hogy a hajléktalan ellenes rendelet hatályba lépett, nagyjából 200 szabálysértési eljárás indult hajléktalanok ellen. Nekem viszont az tűnt fel, hogy ebből a 200-ból, vagy majdnem 200-ból 54 az 5. kerületben indult, 97 pedig a 11-ben. Igen. Ez azt jelenti, hogy a többi kerületben a rendőrök vagy a közterület felügyelők hajlandóak félre nézni? Nem. Ez azt jelenti, hogy a 11. kerületnek azért van ilyen magas száma. Tudnilag a 11. kerület Budaörsi úton alakították ki a szabálysértési irodát, azt a hivatalt, ahova a rendőrök előállítják, és megtörténik a szabálysértési eljárás. És akármelyik kerületből viszi oda a rendőr, ennek a statisztikájában szerepel. Ja, értem, tehát ott rögtön a 11. kerület behúzzák a strigulát, de ez nem azt jelenti, hogy... Hogy nem mind ott történik. Ott utaznak kifejezetten, ahogy. De van egyébként olyan kerület, ahol a saját tapasztalataik szerint kifejezetten utaznak a hajléktalanokra. Igen, ez az 5. kerület, ahogy ön az előbb mondta, és van sajnos egy ennél sokkal szomorúbb friss statisztikánk. Az utolsó egy hónapban 117 esetben indítottak eljárást hajléktalan ember ellen. A 11. kerületben, bocsánat, ez csak a 11. kerület. Ja, és az csak a 11. Tehát, na de most tisztáztuk, hogy ez nem csak azt az egy de kerületet. De hogy azon a szabálysértési irodán. Tehát hogy ez ennél magasabb. Igen, miközben előtte majdnem egy éven át csak 200. Ez október 1-től október 31-ig. Tehát úgy látják, hogy kezd beindulni a nagy üzem. Igen, megtörténtek a választások, megtörténtek a polgármesteri választások, és most elindult éppen a hajléktalan ellenes. És ez egyébként mit jelent? Mármint úgy értem, hogy következményeit tekintve, mert nyilvánvalóan pénzbírságra hiába ítélnének egy hajléktalant, azt soha nem fogja tudni. Mondjuk nem is az a sorrend, tehát az első az, hogy előbb felszólítja a rendőr. Ha arra hivatkozik a hajléktalan ember, hogy ne haragudjon, én azért nem tudom elhagyni ezt a területet, mert itt kapok segítséget, és ezt elvesztem, akkor jó, elviszük a szabálysértési hatósághoz, ki fogja önnek azt a büntetést, a közmunkát szabni, amit ő jónak lát. A közmunka program viszont azért rossz a hajléktalan embernek, mert ugye el kell menni reggel 7-re, befejezi délután 4:30-kor, de 8-kor, és 1 órakor tudna enni, ha nem dolgozna. Elúszik a reggelitől, elúszik az ebédtől. Mármint a hajléktalan szállón. Nem. Olyan ételosztó helyeken, ahol adományokból állítanak elő hajléktalan embereknek és kaját. És azok csak adott időpontban vannak itt? Igen. Éppen akkor, amikor adott területen, neki közmunkát kell dolgoznia. Igen, adott területen, adott időpontban osztanak ételt, magyarul a hajléktalan ember a közmunka ideje alatt nem jut el oda.
Tehát úgy, vagy dolgozik, vagy eszik. Igen. És ne, tehát vagy eszik és nem dolgozik, vagy dolgozik, de akkor nem eszik. Igen, és hogyha eszik és nem dolgozik, akkor változtatják át pénzbírságra, ami egyértelműen utal arra, hogy egy hajléktalan ember nem tudja kifizetni akár a 5000 forintot, akár a 150 ezer forintot bírságot. Na, hát isten, akkor meg elzárják. Ja, akkor elzárják, átszámítják. Tehát egy olyan... Volt ilyen, akit becsuktak emiatt egyről nagy átszámítással? Igen, egyről tudunk, aki elzárással végezte a szabálysértési büntetését. Hát most, hogy ennyire beindultak egy hónap alatt, sajnos számítunk arra, hogy ez megtörülsödik. Sajnos. Mármint, hogy többeket visznek becsukni. Igen. Hát a törvény ugye azt mondja egyébként, hogy ha valaki fél év alatt háromszor követi lesz a szabálysértést, akkor már rögtön akkor már automatikussal büntethető. Igen. Egyébként az utcán élő hajléktalanok közül most elbizonytalanodtam, mert majdnem azt mondtam, hogy a zömével mi lett, mert azért sokan eltűntek az utcáról, azokról a területekről, ahol be lett tiltva. Ők hová tűntek? Hát, hova mentek peremkerületekbe? Igen, az a legnagyobb problémánk, hogy a szabálysértési törvény, illetve a helyi rendeletek miatt kimenekültek külterületekre, ahol sem az utcai gondozószolgálat, sem a jóindulatú polgárok nem találják meg. Hát és nem találják meg, hát ott nincs is senki. Hát ez a senki földje, nem? Hát igen, de hát ugye, ha behúzódkodik egy erdőrészre, behúzódkodik egy jó bokros területre, és nem tudják azok, akik addig segítették, hogy hol találják meg, pont a krízis időszak miatt sokkal jobban fönnáll annak a veszélye, hogy megfagyhat, meghalhat, mielőtt még valaki megtalálná, hogy segíteni tudjon. A kunyhóban élő hajléktalanok hozzájuk képest sokkal jobb helyzetben vannak? Igen. Tehát ön például sokkal könnyebben igen, él? Sokkal jobb mitől helyzetben. Attól, hogy van egy kunyhója? Attól, hogy egy olyan berendezett kunyhón van, ami fűthető, amiben ugyanúgy megtalálható minden bútor és minden szükségleti eszköz, mint egy háztartásban. Attól, hogy biztonságos fedél a fejem fölött, és azt hiszem attól, hogy családias, szabad vagyok, nem a kormány határozza meg, hogy éljek. Önmagam ellátására képes vagyok, nem kell sorban állnom ennivalóért. És azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy a saját tulajdonomat képező tárgyaimat megtarthatom, őrizhetem. Nincs senkinek joga kidobni, nincs senkinek joga eltúrni. Magát nem... látogatják meg sűrűn a rendőrök vagy a közterületfelügyelők? Magyarul nem járnak a nyakára? Na hát az az igazság, hogy én velem nem sokra mennek, először is én magánterületen vagyok. Ja, valaki befogadta? Igen, én engedéllyel tartózkodom magánterületen. Ennek ellenére előfordult, hogy nem az én kerületemhez tartozó rendőrök jöttek be kerítésen keresztül, és hát én elég... drasztikus vagyok. Egyet-egybe ki akartam zavarni a rendőröket, szembeszálltak velem, és kihívtam a kerületi rendőrséget. És ők kirakták őket, és azt mondták, hogy örüljenek, hogy nem teszek bejelentést ellenük. Maga tehát... volt a rendőrök közti Csetepati közönsége. Igen. Én sokszor nélkül megkeresem azt a jogi és illetékességi utat, amivel én ki tudom honnan küldeni. Na, és arról nem beszélve, hogy az viszont előfordul, hogy rasszista érzelmű emberek jönnek be a területre, de hát van egy 70 kilós kaukázusi kutyám, és sokszor nélkül szembe megyek vele. Az segít nekik távozni. Hát köszönöm, hogy eljöttek, ezt tehát a dolgok állása. Biztos, hogy lesz valamiféle folytatás, mármint a kúria határozatának, mert maga a kúria is az bizonyos pontokban az Alkotmánybíróság illetékességét, vagy hatáskörét állapította meg. A fejleményekről mindannyian értesülni fogunk. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük a mai adást. Burger Lajos készítette. Viszont hallásra!